A Vizsói Faluházban az elmúlt év december 21-én megtartott projektzáró eseményen visszatekintettek a megvalósított programokra és eseményekre. A beszámolókban többek között elhangzott, hogy logopédus segített az alsó tagozatos diákok beszédkészségének a javításában, fejlesztő pedagógus foglalkozott a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, a 7.-8. osztályos halmozott a hátrányos helyzetű tanulóknak speciális felkészítéseket szerveztek, ami a sikeres szakiskolai felvételüket segítette elő. Ezzel szorosabb kapcsolat alakult ki az általános iskola és a középfokú oktatási intézmény között, amit megállapodásban is rögzítettek. Az intézmény és a szülői ház kapcsolatát Roma mentor segítette, a szociális kerekasztal megbeszélések, a farsangi és húsvéti rendezvények a fiataloknak, a tréningek, továbbképzések a pedagógusoknak és a programban résztvevő partnereknek szolgáltak hasznos ismeretekkel. A fenntartói környezet érzékenyítését szolgálta. Mindenféleképpen megtanultam valamit. Megtanultam azt, hogy másképpen nézek a világra. Nem hiszem, hogy magának a programnak köszönhető ez, hanem abban annak, hogy a program által képes voltam önállóan tanulni. És meglátni azt, hogy egyedül nem megyünk semmire, hogy igenis szükség van az esélyegyenlőség kapcsán a partnerek folyamatos megszólítására, és el kell hinni azt, hogy nekik is mi fontosak lehetünk. Így együtt közösen érhetjük el a valódi célt, azt, hogy az igazi integráció, valódi integráció az megtörténhessen. Az a helyzet, hogy a mi világunkban itt, ezen a vidéken az önszegregálás nagyon beindult, az emberek úgy érzik, hogy nem tartoznak sehová. Na, ebben tanított meg minket másképpen gondolkodni ez a pályázat, ez a támoppos, ez az operatív program, hogy meglássuk és észrevegyük egymást. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a pedagógusok felén ez a hozama. A diákság felé pedig pontosan az, hogy egy módszereiben megújult iskolában tanulhatnak, a módszerek mellett megújulásra kerül maga az intézmény, és egy szebb, jobb környezetben nevelkedhetnek itt közöttünk, körülöttünk. És harmadsorban még egy másik szemlélet, a szülők is. A szülők is érezzék azt, hogy az a bizonyos láthatatlan fal, ami létezett az iskola és közöttük, az elkezd lebontódni. Ehhez van nekünk nagyon nagy szükségünk partnerekre, Roma mentorra, a cigány kisebbségi önkormányzatokra, az önkormányzatainkra, és együtt közösen valójában tényleg sikerre vihetjük ezt a kérdést. Elsősorban a társadalmi esélyegyenlőségnek a biztosítása a diákok szempontjából a továbbtanulásban jelentkezik. Milyen előnyei voltak e tekintetben a kis településen végzett diákoknak a középiskolába történő bejutáskor, tehát milyen tapasztalataik vannak e program kapcsán, mennyire segítette elő az ő beilleszkedésüket és tanulmányi előmenetelüket? Mindenképp ketté bontom ezt a kérdést is. Egyrészt az a tevékenység, amit mi itt a délutánok folyamán teszünk, az a 7.-8. osztályos tanulóink megsegítése, támogatása, matematika és szövegértés magyar tekintetében, illetve angol nyelv tanítás tekintetében. Itt támogattuk, hogy a felvételük biztosított legyen. Itt éreztünk egyfajta sikert egyértelműen. Eddig is voltak ilyen jellegű délutáni programjaink, de persze nem ilyen mértékűek. Most sokkal többet tudtunk betenni a programnak köszönhetően. Másodszorban pedig a 9. és a már eljutott középiskolába bejutott gyermekekről lévén szó, ők, nekik van felajánlva az, hogy hetente kétszer jöhetnek és jönnek is hozzánk, szerencsére. Van olyan gyermek is, aki persze kollégista, vele vajon mi a helyzet? Van olyan mentor-tanár kollégám, aki a hétvégéjéből is áldoz erre. És nagyon büszke vagyok, hogy a csapatunkban ilyen tagok is vannak, akik ha a hétvégén jön haza a gyermek és bekopogtat hozzá, akkor ő fogadja. És azt gondolom, hogy a gyümölcse itt van ennek, hogy amikor megérti mindenki, hogy nem lehetünk már másképpen sikeresek, csak úgy, hogyha igazán a szívünkön viseljük ezt. A beszélgetésünk elején említette azt, hogy a kisiskolák helyzete, a kisiskolák érzelem gazdagabbak, én azt gondolom. És pontosan talán ennek a közelségnek köszönhető, hogy a partnereink felé, a gyermekek felé, a szülők felé a távolságot, ami megvan, azt csökkentsük, és közelebb lépjünk a másikhoz.
Kaposi Beáta, a helyi napközi otthonos óvoda vezetője beszámolójában arról szólt, hogy a program szakmai megvalósításában 6 óvoda pedagógus kapcsolódott be, akiknek a munkáját 3 fő dajka is segítette. Évente 40-60 halmozott a hátrányos helyzetű gyerek kapott kiemelt figyelmet a szakemberek részéről, akik célként határozták meg, hogy 3 éves korukban óvodába kerüljenek. Az egyéni foglalkozások megfelelő módszerekkel az egyedi készségek, képességek fejlesztését szolgálták. Fontos szerepet kapott a tehetséggondozás. Az óvodai iskolai átmenetet könnyítették a szakmai tapasztalatcserék, látogatások és az elsős tanítónénikkel, a partnerekkel kialakított kapcsolat. Az óvoda népszerűsítését segítették a különböző nyílt napok, családi programok, bemutató foglalkozások.